frakcióvezető úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt képviselőtársaim! A világjárvány kapcsán az elmúlt időszakban sok-sok kérdés, vélekedés, vélemény látott napvilágot. Egy biztos, hogy a járvány legnagyobb tétje az ember életek védelme. A magyar kormány szeme előtt mindvégig ez lebegett, a járvány kezdetétől napjainkig. És engedjék meg, hogy néhány tényt rögzítsek és elmondjak az elmúlt időszak tapasztalatait látva. Egy biztos, hogy a kormány időben észlelte a járványt, és időben lépett, hiszen rendelt vakcinákat, lélegeztetőgépet, mindenhol, minden felelhető vakcinára elindult a külügyminisztérium beszerző tevékenysége. Jelen pillanatban 6 féle vakcina közül választhatnak az emberek. Tisztelt képviselőtársaim, a hazai baloldal folyamatos kritikával illette a kormány védelmi védekezési tevékenységét, és ezen keresztül is folyamatosan hátráltatta a védekezést. Emellett Brüsszelben látjuk, hogy tétovázás zajlott, de minden kritika és minden tétovázás ellenére közel 5 millió honfitársunk már be van oltva. Ez óriási siker, óriási eredmény. A kormány munkájának köszönhetően, a jól szervezett egészségügynek köszönhetően valóban ott vagyunk a világ élmezőnyében a beoltottak vonatkozásában. Azt hiszem az is tény, hogy más lehetőség nem is nagyon volt, hiszen csak a vakcina lehet a megoldás, és a világosan és egyértelműen fölismerte a kormány, hogy ezt az utat kell járni. Ezúttal is hadd köszönjem meg a védekezésben résztvevő embereknek, elsősorban az egészségügyben dolgozóknak azt az áldozatos munkát, amivel nap mint nap mentik a magyar emberek életét, és az oltásokat is végrehajtják. Elhangzott itt már korábban, hogy az Egyesült Államokat is megelőzzük a lakosság aranyos oltások vonatkozásában. Tisztelt képviselőtársaim, néhány napos hír, hogy az egészségügyi világszervezet, a WHO is elfogadta a kínai vakcinát. Beigazolódott az a döntés helyessége, amit a magyar kormány időben meghozott, hogy igenis a keleti vakcinákat is be kell szerezni. Jóval kevesebb embert tudtunk volna beoltani, hogyha ezt nem lépi meg a kormány. Nyilván az ember egyéni életében is hoz a saját egészségéről döntéseket. Én magam is a keleti vakcinákban bízva ilyen vakcinával oltattam be magam. Tehát én azt hiszem, hogy ez is fontos dolog, hogy igenis olyan példával járjunk elől, hogy az emberek oltási hajlandóságát növeljük ilyen módon is. Tehát azt látjuk, hogy jelen pillanatban is, és továbbra is a hazai baloldal oltás ellenes. Ezt a kampányt továbbra is folytatja. Most már a WHO-val is vitatkozik, az egészségügyi világszervezettel. Én azt hiszem, hogy ebben a vitában egyértelműen alul fog maradni a baloldal. Nyugodtan bízhatunk a WHO bölcsességében és ajánlásában. És ez a vita, ez szeretnék hangsúlyoztatni az elején elmondottakra, hogy a járvány tétje az ember életek védelme, a baloldal kritikája és hátráltató munkája és fölösleges vitája, ami most már a WHO-val is fönnáll, az ember életekkel való játékot mutatja az ő részükről. Felelőtlen politika ez, sajnálattal látjuk és tapasztaljuk mindezt. Ráadásul még a magyar szakemberek, a magyar virológusok és a magyar orvosok véleményében sem bíznak, hiszen ők is kiálltak azon vakcinák mellett, amelyeket a külügyminisztérium beszerzett. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a baloldal az elmúlt egy évben a védekezésben hangoztató kritikájával, hátráltató munkájával egyértelműen leszerepelt, a saját választóik előtt is, ez jól látható. Nem segítették a járvány elleni védekezést, nem tudtak felülemelkedni a politikai hatalmi játszmáikon, és hátráltatták ezen keresztül az oltási hajlandóságot és az oltás előrevitelét. Tisztelt képviselőtársaim, az emberi találmányok között sok mindent láthatunk, többek között a munkamegosztást. Ugye Adam Smith úgy fogalmazott, a modern közgazdaságtan úttörője, hogy ez egy óriási találmány a termelés hatékonyságának egyik fontos eszköze. És azt is hozzátette, hogy az emberek képességei különbözőek, mindenki azt a részt, feladatot végzi, ami ez a legjobban ért. Sajnálatos, tisztelt baloldal, hogy önök csak a kritikához értenek, csak a hátráltatáshoz, a szabotáláshoz, míg a kormány végzi a dolgát, védi a magyar embereket, és így fog tenni az elkövetkező időszakban is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Frakcióvezető úrnak imént elhangzott napi rendelőti felszólalására Szijjártó Péter miniszter úr válaszol. Parancsoljon, miniszter úr, önnél jössz. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt képviselőtársaim. Immár több mint egy esztendeje néz szembe a világ azzal a példátlan kihívással, amely mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból komoly megpróbáltatások elé állította a világ országait, a gazdaságokat, a családokat és az embereket. A világjárvánnyal szemben mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból védekezni kell. A kormánynak az a felelőssége és feladata, hogy a magyar emberek életét, egészségét és munkahelyeit is megvédje. Ugye ez egy példátlan kihívás volt, nem voltak benchmarkok, nem voltak minták, nem voltak példák, hogy hogyan kell ezzel szemben védekezni. Ezért egy olyan biztos iránytűt kellett választani, amely minden esetben csalhatatlan és világosan mutatja az irányt, ez pedig a nemzeti érdek. Az elmúlt másfél esztendőben a magyar kormány döntéseit mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból kizárólag a nemzeti érdek motiválta. Magyar emberek és a magyar gazdaság érdeke volt az a két szempont, amelynek mentén a védekezési döntéseket meghoztuk. Hogyha nem így tettünk volna, hogyha Brüsszelre, az ellenzékre, a külső vagy a belső nyomásgyakorlásra hallgattunk volna, akkor Magyarországon sok ezerrel többen haltak volna meg, sok tízezerrel többen fertőzöttek volna meg, és sok százezerrel többen veszítették volna el a munkahelyüket. A kulcs az volt, hogy mi nem voltunk és nem is vagyunk hajlandók a vakcinákra geopolitikai vagy ideológiai kérdésként tekinteni. Mi az oltóanyagokra mindig úgy tekintettünk, mint amik, vagyis az emberi élet megmentésének eszközére. Ezért aztán a kezdetektől fogva minden olyan oltóanyag használatát lehetővé tettük itt Magyarországon, amely oltóanyagokról a magyar szakemberek vagy az Európai Unió szakemberei mondták ki, hogy biztonságos és hatékony, biztonságos és hatásos. Minden Magyarországon bevetett oltóanyagról a szakemberek mondták ki, hogy használnak és biztonságosak. Ez egy szakmai kérdés, nem politikai kérdés. Nem gondolom azt, hogy parlamenti képviselők a patkó bármely oldaláról nagyobb virológiai szaktekintélynek számítanának, mint akár az OGYEI, akár az Európai Gyógyszerügynökség, akár a WHO szakemberei. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a védekezés során eddig 6,5 millió adag oltóanyag érkezett keletről. A héten esedékes az utolsó félmilliós szállítmány, amely után elmondhatjuk azt, hogy mind az orosz, mind a kínai fél teljesítette az általa szerződésben vállaltakat. Elmondhatjuk, hogy időben teljesítették a vállalásaikat, sőt, sok esetben 20-30 vagy 40 napos előteljesítés történt, és pontosan tudjuk, hogy itt minden nap aranyat ér, hiszen minden egyes nap, amivel korábban tudtuk elkezdeni az oltást, emberéletek megmentését jelentette. Keletről érkezett oltóanyagok nélkül ma nem lenne kézzelfogható közelségben az 5 millió beoltott elérése, és hogyha nem vettünk volna keletről oltóanyagokat, és még egyszer mondom, ha hallgattunk volna a külső vagy a belső nyomásgyakorlásra, ma 2 millió emberrel kevesebben lennének beoltva Magyarországon, ma 2 millió emberrel kevesebben mondhatnák el magukról, hogy védettek a járvánnyal szemben. Ezért a kérdés szerintem az, hogy mindazok, akik a keleti oltóanyagok megvásárlása ellen hangoltak, akik arra bújtogatták a magyar embereket, hogy ne vegyék fel a keleti oltóanyagot, akik ide határozati javaslatot nyújtottak be, akik petíciót indítottak, azok mikor állnak azon 2 millió magyar ember szeme elé, és néznek bele a szemükbe, és mondják azt, hogy kedves magyarok, mi arra buzdítottunk benneteket, hogy ne vegyétek fel ezt az oltást, és ha rajtunk múlt volna, akkor ti ma nem lennétek beoltva. Mikor következik vajon el ez a pillanat? Persze vannak olyan ellenzéki képviselőknek, maguknak kéne ezt mondani, hiszen miután itt mindenkit bújtogattak a keleti oltások ellen, csak felvették a keleti oltóanyagokat. Tisztelt frakcióvezető úr,
Azt tudom önnek mondani, hogy a WHO döntése világos, a kínai oltóanyag a Magyarországon használt Sinopharm globális felhasználási engedélyt kapott, a múlt héten az ENSZ főtitkára pedig Moszkvában arra kérte Oroszországot, hogy még több Sputnikkal segítség a védekezést világszerte. Mi magyarok helyes döntést hoztunk, 2 millióval több ember van ma biztonságban, ahhoz képest, mint hogyha csak egy forrásból vásároltunk volna oltóanyagot. Köszönöm, megtisztelő figyelmet!